Hónapokon át tartott az élelmiszerek drágulása idehaza. A háború miatt a hozzánk főként Oroszországból érkező energia ára felment. Emiatt a termékek előállítása is többe került, ami a boltok polcain csapódott le. Ráadásul a tavalyi súlyos haszály miatt a mezőgazdasági termények árai is felkúsztak. A drágulás viszont megtorpanni látszik, sőt a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően mostanra bizonyos árucsoportok esetében már mérséklődés mutatkozik. Erről beszélt a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Az élelmiszereknél én sokkal inkább árcsökkenést, ármérséklődést látok, és ezt tapasztalhatjuk is, hogyha megnézzük a havi inflációs mutatókat, pont azoknál a termékeknél, amelyeknek a leginkább nőtt az ára, a tej, tejtermékek, sajt, péksütemények, ezeknek az ára akár 60-70 vagy 100%-os növekedett egy év alatt. Azonban az utolsó hónapokban már csökkenő tendenciát láthatunk ezeknél a termékeknél, pontosan azért, mert megfordultak ezek a trendek, amiből hiány volt korábban, most már sokkal komolyabb a kínálat, és ez segíti azt, hogy egy alacsonyabb, egy kedvezőbb áron tudjuk ezeket megvásárolni. Ráadásul a kormányzati lépések is segítik ezt a folyamatot, hiszen mind a kötelező akciók, mind az online ár összehasonlító rendszer is segíti azt, hogy kedvezőbben, alacsonyabb költséggel vásároljunk. A közgazdász szakértő szerint nem csak az árak stabilizálódása látszik egyre biztosabbnak, de az is valószínűsíthető, hogy a korábbi hónapokban tapasztalt inflációs trendek megtorpannak. Ez pedig évvégére, vagy akár még előbb is elhozhatja az egyszámjegyű pénzromlást. Ha megnézzük azt, hogy mi kell az, hogy egy egész éves inflációs mutató az egyszámjegyű legyen, akkor ahhoz az kell, hogy a havi átlagos értéke az árnövekedésnek az 0,7% legyen, vagy kisebb ennél. Ha az elmúlt három hónapot nézzük, tehát március, április és május, akkor ebből kettőben, márciusban és áprilisban pontosan 0,7% volt az infláció havi szinten, áprilisban pedig negatív volt, mínusz 0,4%, tehát csökkentek átlagosan az árak. Tehát most már a havi mutatók alapján az egész éves egyszámjegyű infláció az gyakorlatilag borítékolható. A kormány célja egyébként, hogy az év harmadik negyedének elejére sikerüljön 10% alá vinni az inflációt.